esetben megtalálható, hogy milyen életkorban, milyen oltások járnak, le van írva, hogy mi az oltóanyag mit tartalmaz, milyen mellékhatásai lehetnek. Az oltási naptárt mutatja Sasvári Ildikó járási tiszti főorvos, amelyben minden információ megtalálható a kötelező védőoltásokról. Mint kiderült, a dunaújvárosiak jelentős része be van oltva. Azonban ez nem mindenhol van így. Romániában például az elmúlt években több járvány is végig söpört, mert az emberek nem oltatták be magukat. Az Egészségügyi Világszervezet 2005-ben éppen ezért meghirdette az Európai Védőoltási Hetet, amelyet azóta minden évben megtartanak. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a védőoltások fontosságára. Az akcióhoz összesen 53 európai ország csatlakozott, köztük hazánk is. Ez jöhet, igaz? Fontos tudni, hogy a védőoltások a még be nem oltott egyéneknek is védelmet nyújtanak, hiszen ha egy közösségben elegendő számú ember kapott védőoltást, a csoportos immunitás hatása révén a betegség nem tud elterjedni. Az oltási fegyelemnek a fenntartásával nem csak a saját egészségünket védjük meg, hanem a környezetünkét, ugyanis vannak akár olyan kis pici gyerekek, akik még az életkorukból adódóan nem kaphatták meg ezeket az oltásokat. A kanyaró elleni védőoltásra gondolok például, ugye ezt egy éves kor után kapják, és nagyon fontos, hogy ezeket a kisgyermekeket is védjük azáltal, hogyha a nyári immunitás megfelelő, tehát a lakosság le van oltva, akkor nem tud járvány kialakulni. Sasvári Ildikó hozzátette, hazánkban csak úgy tudjuk továbbra is megelőzni a fertőző betegségeket, ha a védőoltások beadása folyamatos marad. Ugye azért itt is...